Sziasztok! Itt a nyár. Süt a nap, jó idő van. És halat fárasztok. Na, nekem pontosan ilyen egy idilli nyári peca képe. Ha kíváncsiak vagytok a részletekre, akkor elkapcsoljátok el, mert egy igazán tartalmas nyári féderezésről szóló filmet fogtok most látni. Egy igazi, hamisítatlan, nyári, pontyos, amúros pecára érkeztünk meg most ide. Hát a kitűzött két halfajból már egy megvan. Meg kellett küzdeni a dévérkeszegek támadásával, hogy az első pontyot kézbe tudjam fogni. Na de az első kihívást teljesítve. Az első pont egy merőben más etetésen és csalira érkezett, mint a mostani. Ott egy erjesztett magokból készült etetésre horgáztam rá, tigris magyaró csalival. Nem titkolt célom volt az, hogy amúgy sikerüljön fogni. Nyilván nem lehet a pontyokat teljesen kizárni. Másik botomon pedig egy teljes mértékig kereső horgászatot terveztem, ahol egy jó súlyú, nagy távolságra eldobható metód kosarat szereltem fel a végszerelékre. És áztatott 2 mm-es pellettel töltöttem meg a kosarat. Most egy elég brutális kapással el is húzta azt a végszereléket is. Jó halnak tűnik. Nagyon bizakodom benne, hogy sikerül megmutatni a kamerának. Gyönyörű nyúrva a szánkban. Elég furcsa dolog történt, mert egy feltehetően keszeg kapásának bevágtam. Húztam is kifelé a keszeget, és egyszer csak hirtelen nagyon elnehezült a cucc, és sokkal jobb súlyú hal lett rajta, mint aminek én bevágtam, és egy pár másodpercig fárasztottam. Hát, nagyon kíváncsi vagyok, hogy most mi történt. Esetleg egy kantáros halba húzhattam bele, vagy egy ragadozó elmarta a keszeget, nem tudom, fogalmam sincs. De nagyon furcsán is védekezik a hal. Úgyhogy a nagy távolságról majd a közelebb jön, akkor kiderül. Na hát, megvan a furcsaság okozója. Egy süllőnek a farkába akadt a horog. Eléggé érdekes. Ide akadt neki a horog. Nem tudom, hogy ezt hogy sikerült kettőnknek összehozni, de ebbe a csontba még jól bele is ült a szakáll nélküli horog.
Gyönyörű szép fogas. Remélem, ma még találkozok ilyen hallal, mert az éjszaka során szeretnék majd süllőzni is. A helyszín, ahol most horgászok, az egy 18 hektáros völgyzárógátas víztározó, ami rengeteg nagytestű pontnak és amúrnak ad otthont. Ilyen tulajdonságokkal bíró tóból van jó néhány Magyarországon, és ezeken a tavakon a nagy halsűrűség és a halaknak a nagy mérete az egy olyan horgászközönséget szokott bevonzani, akik a legtöbb esetben versenyeznek azzal, hogy ki tud távolabbra horgászni, és a parton minél nagyobb távolságra próbálnak meg nagyméretű etetést kialakítani. Itt egy ilyen típusú vizen kettő olyan módszer van, ami jó eredményeket tud hozni, és ami egy rövid, rapid pecán is jól tud működni. Ezek közül az egyik az az, hogyha a nagy melegre, a nyári magas vízhőfokra felkészülve erjesztett magokból készítünk egy etetést, és erre horgászunk rá, vagy pop-up csalival, vagy pedig azzal a maggal, tigrismogyoróval, vagy kukoricával, amivel etettünk. Ezen az etetésen döntő többségében amurok szoktak megjelenni, és nyilván azért beszokott tévedni a ponty is, mert ő is nagyon szereti ezeket a savanyított magvakat. Van egy másik módszer, ami ezeken a víztípusokon nekem nagyon jó bevált, ez pedig nem más, mint a metódos kereső horgászat pici horog csalikkal, ami mindezek ellenére, hogy pici csalival és csak egy pici kosárnyi kis etetőanyaggal horgászunk, nagyon jó eredményeket hoz, ugyanis a pontyok okosodnak, és rájönnek arra, hogy a nagyméretű, nagy kiterjedésű etetéseken, ahol hegyekben áll a kaja, ott jó pár kifogás után már sokkal óvatosabban kell táplálkoznia. Viszont, hogyha csak egy pici kosárnyi kis kaját dobok be, akkor nem fog gyanút fogni, és sokkal bátrabban fogja felszippantani a csalimat. A mai horgászatra én úgy készültem, hogy mind a két módszert szeretném űzni, ezért egyik botomat egy erjesztett kukorica és tigrismogyoró keverékéből megetetett helyre dobom, folyamatosan kiakasztott zsinórklipsszel ugyanoda, míg a másik botra egy nagyobb 80-90 méteres távolság meghorgászására is alkalmas metódkosárral szereltem fel, és ebbe pedig halas ízesítésű, fűszeres aromát kapott mikropelletet töltök, a csalikat pedig váltogatom, és próbálok rájönni, hogy mi az, amit a halak szeretnek. Közben valami el is húzta az erjesztett magas etetésre dobott végszereléket. Hát, mérget nem vennék rá, de lehetséges, hogy amúr. A nyárs láger halfaja. Viszonylag könnyen jön, de azért oldal az elment oldalra. Ezek pontyosabb jelek. De majd amint a parthoz ért, akkor minden kiderül. Amúr van a horgon, most láttam, úgyhogy azonnal visszaforgás gátló mellett még a féket is kiengedem, nagyon lazára. Mert ilyenkor brutális erejű kirohanásokkal szokott szinte kilőni. Nagyon csalóka, sokszor úgy tűnik, mintha megadná magát, de ilyen és ehhez hasonló trükkökkel szokta bekajáztatni a horgászokat és széttépni a merítőt. Én nem szeretném, hogy köszönés nélkül távozzon, úgyhogy türelemmel fogom fárasztani. Nem szabad azonnal megmeríteni, még hogyha meg is áll akár egy fél percre is, meg kell bökni a merítővel az orrát. Ami meddig én most nem tudtam eljutni, mert azonnal kirohant egy picit, ahogy meglátta a merítőt.
Mike van. Kiemelés előtt a uszonyait kiegyenesítem, hogy ne vágjon bele a merítő. Aztán jöhet is a matracra. Gyönyörű, közel méteres nádrágó szájában a tigris magyaró csalival. Extra jó húsban lévő torpedó. Nagy élmény volt a fárasztása, jól küzdött. Tipikusan murosan, könnyen kijött a partig. Aztán ott azért belehúzott. Nyáridőben szinte minden hal picit érzékenyebb a megszokottnál, ugyanis ilyenkor kevesebb az oldott oxigén a vízben. Na de az amúr az egy kifejezetten kényes halfaj, ezért érdemes, ha nincsen gyakorlatunk, akkor olyan horgásszal kimenni, akinek van gyakorlata. Most pont azt szerettem volna elmondani, hogy az amúrra nagyon sokszor várni kell, mert annyira be tud stresszelni, hogy egész egyszerűen felfordul a vízben hassa fölfelé, és nem úszik el. Ha így elengedjük, akkor nagy valószínűséggel el fog pusztulni. Viszont, hogyha adunk neki időt arra, hogy regenerálódjon, és visszanyerje az erejét, és magától elússzon, mint ahogy ez a gyönyörű szép torpedó tette, akkor biztos, hogy nem lesz bajuk, és túl fogják élni a találkozást. De nagyon fontos, hogy ne legyetek lusták, ne legyetek türelmetlenek. Adjatok időt a halnak, hogy észhez térjen, visszanyerje az erejét, amiben nagy segítség az, hogyha a vízben a farkánál fogva picit előre-hátra mozgatjátok, ezáltal friss víz tudja átjárni a kopoltyúit, több oxigént tud így hasznosítani, és ez nagy segítségére lesz abban, hogy visszanyerje az erejét, és épségben el tudjon úszni. Na hát ezért az első amúrért, ezért meg kellett egy kicsit izzadni, ugyanis annyira sok a dévérkeszeg a tóban, hogy a erjesztett, nagyon-nagyon büdös kukoricára és tigrismagyaróra, amit beszpomboltam, egész egyszerűen tömegével álltak oda, és mindegy volt, hogy milyen csalit tettem föl, legyen az akár pop-up-pal lebegtetett kukorica, vagy pedig simán, tisztán kettőszem tigrismagyaró, a dévérek azt is fölvették. Mindösszesen egy darab pont tudott közéjük férkőzni, és egész egyszerűen nem láttam azt, hogy amúrok lennének ott, csapat szinten álltak volna oda. Természetesen a reggel elvégzett alapozó vetetéshez éreztem, hogy ideje van egy kis pótlást adni, de szerettem volna azért kipróbálni egy pár csali kombinációt, amik közül az egyik végül beadta az amúrt, és úgy látszik, hogy itt az ideje, hogy rá is etessek egy picit. Bizakodom benne, hogy a ráetetés az még több amúrt fog odavonzani, és sikerülni fog további torpedókat is fognom. Testes, vaskos amúra merítőben. Gyönyörű szép hal, nagyon jól reagálnak az erjesztett magvas etetésre. Még a merítőben is meg kell velük küzdeni. Kitölti az egész bölcsőt. Ahogy az etetésen pótoltam a magokat, körülbelül 5 vagy 10 percre rá újra elhúzta a csalimat, egy gyönyörű szép, most egy szerintem 2-3 kilóval még az előzőnél is nagyobb amúr. Nagyon jó húsban van, hibátlan szép torpedóhal. Ezek a dévérek egyszerűen mindent felfalnak, nem akadály nekik a tigris magyaró csalise. Kétszem natúr tigris magyarót úgy felhörpinti, mint hogyha szúnyoglárba lenne a horgon. Szép dévérek, de
nem miattuk jöttem. A keszegeket valahogy el kell kerülni, és sajnos ez nem annyira egyszerű amúr horgászat esetén, mint pontyozásnál, ugyanis az amúr igényli azt, hogy a csali az közel legyen felkínálva a horokhoz, tehát a hajszálelőkét nem lehet túlságosan elnyújtani, nem lehet a csalit nagy távolságra elengedni a horoktól, valamint az amúr nem is nagyon kedveli a nagyméretű csalikat, csak nagyon ritka esetben szokta azokat fölvenni, így azon a vonalon kezdtem el elindulni, hogy a csalinak a hosszát növelem, és nem pedig a méretét, az átmérőjét próbálom egyre nagyobbra növelni. És így jutottam el arra a csali füzérre, ami kettő szem pici tigrismagyaróból és egy mangós, sweet mango ízesítésű Federmania pop-upból áll. Ez a feltűnő színű narancssárga és citromsárga pop-up, ez kerül a füzér végére, és a két pici szem tigrismagyaró pedig utána. Így a vízben ez úgy fog kinézni, hogy a hajszálelőkén fölállítja a pop-up a két szem tigrismagyarót, de a horog az a mederfenéken fekszik. Nos, ez volt az a csali, ami leredukálta a keszegek kapását, és erre érkezett meg az amúr is. Aztán folytattam az ezzel való horgászatot, és a következő amúrkapást is szintén ennek a csali kombinációnak köszönhetem. Íme a metódos amúrbomba, ami egy Federmania Natural Carp etetőanyagon alapul, viszont ezt az etetőanyagot most a erjesztett kukorica és tigrismagyaró levével kevertem be, így hát igen, savanykás szaga van, így már nem annyira naturál. Magokat nem raktam az etetőanyagba, és azért, mert egy metódkosárba töltöttem bele. Ez a metódkosár pedig nem más, mint a új Corum Camo metódféder. Ez egy jóval nagyobb töltőtömeget elbíró etetőkosár, viszont én most sikeresen otthon hagytam a töltőszerszámot, de nem baj, mert kézzel egy nagyobb adagot, még nagyobb adagot tudok rátölteni, és így tudom bedobni. Szerintem ez így még jobb is, mint hogyha csak azt a pici adagot nyomnám rá a kosárra, mint amit a töltőszerszám tud. De ez csak az amúrozásnál igaz, azért pontyozásnál nem szoktam kézzel tölteni, pláne nem túltölteni a kosarakat. A metódos keresőpecánál egy teljesen más jellegű csalogatóanyag került a metód kosárba. Ez pedig nem más, mint a Federmania 60-40 pellet mixéből a Spice X, azaz egy erősen fűszeres, hallisztes 2 mm-es pellet. Ezt töltöm bele a metód kosárba, és a csali, amit emellett felkínálok, az kisméretű pop-upok, wafterek, és eddig a pontyot ez adta. Hát erre a nyári pecára szánt idő is eltelt, vége van a pecának, a szerelékeket kitekerem, összepakolok és elmegyek haza, viszont olyan élményekkel fogok hazatérni, amiket többek között két gyönyörű szép 10 kg feletti amúr fárasztásra okozott, de nem menjünk el amellett sem, hogy két nagyon szép nyurga pontyot is sikerült partra terelnem, matracra fektetnem, és a kamerának, és nektek megmutatnom, úgyhogy a mai napot azt abszolút sikerként könyvelem el, hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, osszátok meg az ismerőseitekkel, ha még eddig nem tettétek meg, akkor pedig iratkozzatok fel a Corum Magyarországi csatornájára, a következő videóban találkozunk, sziasztok!